Ismerd meg, szeresd meg, és védd meg. Azt tudjuk megvédeni, amit először megismertünk, és aztán meg is szerettünk. Ökoturisztikai referensként elsősorban különböző zöld jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeket szervezek, illetve bonyolítok le a kollégáimmal közösen, számos print kiadványban publikálok, illetve online felületekre írok tartalmakat, de ezen kívül Európai Uniós projektekben és pályázatokban is közreműködök. És hogyan telik egy munkanapod? Reggel általában megnézem az e-mailjeimet, beosztom a napomat, ugye mindig nálam van a naptáram, hiszen folyamatosan csöröghet a telefonom, akár még munkaidő után is, vagy hétvégén is, és olyankor tudnom kell, hogy mikor tudok csoportokat fogadni, mikor jelentkezik be mondjuk egy születésnapos társaság, úgyhogy ezekre készülök fel, és szezonban pedig hát csoportvezetéseket tartok. Kikkel működsz együtt a legszorosabban a munkád során? Igazából az osztályunkon 7 kollégám van, de mindegyikükkel tartom a kapcsolatot, valakivel marketinges vonalon van, akivel azért, mert nagyon jó fotókat csinál, és akkor azokat fel tudom használni mondjuk egy Facebook poszthoz, vagy a honlapon, de ugyanúgy a pályázatos osztállyal is tartom a kapcsolatot, hiszen velük is vannak közös feladataink, úgyhogy nagyon sok jó kollégám van, akikkel nagyon jól dolgozni. Anitának legtöbbször arra van szüksége, hogy az általa meghirdetett és kitalált programokat azt valamilyen módon formába öntse, és hogyha arra van szüksége, hogy esetleg egy plakátot készítsek egy rendezvényhez, segítsek terjeszteni, hogy minél több emberhez eljusson, akár a környéken, akár a távolabbi területekre, akkor engem szokott megkérni, és általában együtt dolgozunk a rendezvényeknek a meghirdetésénél, illetve sokszor egy általa szervezett eseményen is segítkezem személyesen. Azoknak ajánlanám elsősorban, akik éreznek magukban elhivatottságot a természeti környezetünk megóvásáért. Szerintem nagyon fontos, hogy szeressenek emberekkel dolgozni, kicsikkel, nagyokkal, tehát hogy meg tudja szólítani az embereket, és jó legyen a kommunikációja minden értelemben. A Jókai kert tökéletes hely volt ahhoz, hogy lássátok, egy jó ökoturisztikai szakreferens, egyszerre idegenvezető, kommunikációs, marketinges és tárlatvezető is. Úgyhogy ha bennetek is megvan ez a sokoldalúság, akkor mindenképpen érdemes megnézni a többi videót is a témában, hát ha éppen ez a tipájátok. De ha nem, akkor a csatornánkon más szakmákkal is megismerkedhettek. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!